Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt vagyunk az InStyle 15. születésnapján. Nosztalgiázni fogunk. Gyertek velünk! 2012-ben nyertem meg a Megasztárt, és hát akkoriban nagyon más volt a stílusom. Úgy jellemezném, hogy nagyon szerettem a mindenféle csillivili dolgot, bár most pont egy csillogos kabát van rajtam, de egyébként akkoriban tényleg minden, ami csillog, az jöhetett. Próbáltam ezt a hercegnős vonalat képviselni. Minden egyes koncertre hosszú ruhákban jelentem meg, azt nagyon szerettem, de hát azóta iszonyatosan sokat változott az ízlésem. Ahogy egyre idősödöm, egyre inkább szeretem a fűszeresebb illatokat, markánsabb illatokat, és valószínűleg egy picit erősebb lenne. Alapvetően ez is évszaktól függ, hogy mit szeretek magamon viselni. Nyáron általában a könnyedebb illatokat szeretem, és télen meg inkább az ilyen markánsabb illatokat. Évek óta mondogatom, hogy aki számomra a legnagyobb példakép, mint énekesnő, mint karakter, Beyoncé. Ő szerintem zseniális, bár azt gondolom, hogy az elmúlt pár évben egyre inkább magamat próbáltam megtalálni, azon ügyködtem. Szerintem jó úton haladok egyébként, de ő az, akiből kiindult minden inspiráció. Az a durva, hogy én erre nem is emlékeztem, hogy én voltam a legfiatalabb címlap sztárja, de hát ez nagyon megtisztelő, meg arra emlékszem, hogy itt a haj elkészítése nagyjából 2,5 órát vett igénybe, de minden percét imádtam. Egyébként ez az egyik kedvenc fotóm, mert olyan, nem is tudom, olyan érdekes életérzése van, olyan old school az egész, nem tudom, ezzel a bársony bordó ruhával, elegáns, de ugyanakkor letisztult, úgyhogy én tényleg ezt az anyagot bármikor büszkén mutatom, mai napig is bárkinek. Én azt gondolom, hogyha egy előadó tudja azt, hogy mit akar üzenni a zenéjével, akkor az automatikusan önazonossá válik, és az emberek azzal fognak tudni azonosulni. És erre rájöttem az évek alatt, hogy nem kell akarni megfelelni kvázi a közízlésnek, hanem egyszerűen azt kell csinálni, ami belőled fakad, és majd lesz, aki tud vele azonosulni. És egyébként ezt is tapasztalom, hogy az elmúlt pár év dalai, amik megjelentek általam, azokat szeretik, és jönnek ezzel a hangulattal. Azt is mondtad még az interjúban, hogy nem szeretsz magadnak vásárolni ruhát sokkal, és hogy édesanyád vásárolta neked a ruháidat. Most sem szeretek annyira vásárolni, viszont én úgy szoktam vásárolni, hogy ha elmegyek egy plázába, akkor soha nem próbálok. A próbafülkékben mindig borzasztó rossz a fény, és elmegy a kedvem attól, hogy vásároljak valamit. Rossz marketing részükről, de én mindig így leakasztom, és otthon felpróbálom, és általában egyébként jó szokott lenni. Az édesanyám mostanában már nem vásárol nekem annyit, de ha megkérem, azért még most is elmegy. Viszont annyira sokat változott az ízlésem, hogy már az anyu nem tud velem azonosulni. Mostanában nagyon keveset olvasok kommenteket, szóval, hogy annyira nincs időm arra, hogy leüljek és böngészem azt, hogy ki mit szól a fotóim alá, vagy éppen a videóim alá, hogy szóval nincs erre időm, lehetőségem se, és nem is akarom egyébként megnézni, hogy mit írnak, mert úgy vagyok vele, hogy nem kell, hogy lássam a bizonyos negatív emberek véleményét. Ez is megváltozott az évek alatt egyébként, hogy így nem törődöm ezzel a részével sem ennyire a karrieremnek. A mai stílusod, amit mondanál? A három szó, akire jelölt. Egyszerű, kényelmes, és ez most nem egy szó, de hogy nem próbálom meg követni az aktuális trendeket, hanem inkább azt veszem fel, amiről úgy gondolom, hogy jól áll. Boldog születésnapot kívánok az InStyle-nak!